Sziasztok, Darabos Évi vagyok, és ebben a mai élőműsorban, ebben a gyönyörű szép napsütéses tavasz váró időben egy kis tavaszi hangulatú díszítést szeretnék nektek mutatni. Úgyhogy ez lesz az a kis minta, amit itt a modellem kezére fogok elkészíteni. Ezen a tippen az alapszín az a Cupcake kollekcióból való, amit majd márciustól tudtok megvásárolni, de most mutatok egy ehhez hasonló már meglévő szint, és erre fogjuk ezt a kis hóvirágot elkészíteni. Még amíg várjuk a többieket, hogy csatlakozzanak hozzánk, mindenképpen szeretném felhívni a figyelmeteket a Perfect Day-re, aki még nem látta, nem hallotta, megvannak a helyszínek, megvannak a dátumok, és most már megvannak az oktatók is. Hogyha figyelmesen lapozgattátok a Facebookot, illetve a Perfectes Facebook oldalt, akkor már lehet, hogy találkoztatok azzal a kis videóval, amit örömkönnyek között forgattunk, mert néha nevetésbe fulladt. Minden oktatóval találtok egy kis részletet, egy ilyen kis személyessé próbáltuk tenni ezeket a bemutatkozásokat, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg ezt a videót, lehet, hogy lesz még folytatása is, úgyhogy regisztráljatok, a Perfectnél-nek a weboldalán, illetve a Facebook oldalunkon is eseményként megtaláljátok a különböző helyszíneket, tudtok regisztrálni, és akkor, ha regisztráltok, akkor biztos helyetek lesz, és biztosan meg fogjátok kapni a kedvezményt. Na, kezdjünk is hozzá, akkor remélem, hogy mindenki jött, akit érdekel a mai napunk. A modellemnek a kezét már előkészítettem. Egy erősített géllakkozást fogok most csinálni, ahol a bőrt már feltoltam, kivágtam, és készítettem egy alapréteget, mégpedig a Baby Boomer kollekció tartalmazza a Milky Pink nevezetű anyagunkat. Most ebből készült az alap. Készülhetne bármelyikkel, csak őróla mindig olyan kevés szó esik. Ugye erről a Milky Pinkről azt kell tudnunk, hogy egy ilyen kicsit teljes, kicsit átlátszó, rózsaszínes, fehéres tónusú anyag, ami nem tökéletesen fedő, tehát nem egy ilyen koveranyag, pont annyira fed, hogy az alatta lévő kis foltokat, kis elszíneződéseket el tudja fedni. Úgyhogy őt tettem most alaprétegnek, és ugyan mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy ugye nem kell fixálni, nem kell semmit csinálni, hanem köttetés után mehet rá az anyag, ez így is van, viszont hát most előfordult velünk az a, hát nem is baki, csak én nem voltam elégedett a formájával ennek az oldali résznek, úgyhogy ilyenkor ugye azt tudjuk csinálni, hogy lefixáljuk a körmöt, és megreszeljük, megbufferozzuk, úgyhogy most én is ezt csináltam, és így egy nagyon szép, egyenletes formát, és az oldalsáncokat, hogyha nézzük, egy ilyen keskeny oldalt tudtam kapni. Úgyhogy erre a matt felületre fogunk most dolgozni, de azért megmutatom nektek, hogy ő ez a Milky Pink anyag, és az állagát tekintve egy ilyen jó kis sűrű anyag, tehát nagyon szépen lehet vele céjévet is készíteni, és a színét, hogyha nézzük, akkor amint látjátok, egy ilyen teljes, nagyon halvány rózsaszín, egy picit ilyen fehéres tónusa is van, de ez egy halvány rózsaszín anyag, nagyon szép egyébként így önmagában is, nekem volt már nem egyszer a kezemen, és nagyon sokan megkérdezték, hogy mi ez az anyag, mert egy nagyon szép természetes hatása van. Úgyhogy őt megtaláljátok a Baby Boomer készletben, és akár Baby Boomer körömhöz is nagyon jól tudjátok használni, akár így önmagában egy színűként. És amit most fogok használni, ez a Plus 90-es, a Lagia Plus kollekcióból a Plus 90-es. Ez egy ilyen, hát egy ilyen világos türkiznek mondanám, nem pasztel szín, tehát nem lesz annyira világos, mint ami a Cupcake kollekció volt a kis mintatippemen, de ezen is nagyon szépen fog mutatni. És ugye pluszos anyagról van szó, ami azt jelenti, hogy nagyon pigmentált, tehát akár egy rétegben is fed. Majd ezt most mindjárt megnézzük, hogy nekünk elég lesz-e ez az egy réteg, vagy inkább két vékony rétegben dolgozunk. Én azért azt szoktam hangsúlyozni, hogy amikor szép felületet szeretnénk, egy olyan feszes felületet, ahol nincsenek megfolyások, nincsen deformitás az oldalaknál, vagy a köröm végénél, akkor azért érdemesebb inkább két vékony rétegben használni mindenféle anyagot, mert ugye a két vékony réteg biztosan nagyon szépen követi a kialakított felületünket, és ha már itt egy kis plusz időt, meg energiát fordítottunk arra, hogy megreszeljük a felületet, meg egy kicsit meg is bufferozzuk, akkor kár elrontani azzal, hogy egy vastag anyagot fölviszünk, ami esetleg lefolyik. Úgyhogy fogom, és fölhúzom a bőrt, ide szépen a bőr mellé az ecset segítségével felkenem az anyagot, és még az is lehet, hogy a kis ecsettel nem is kell hozzá nyúlni, mindjárt megnézzük. Ugye ezt nem mindig muszáj, én akkor szoktam szalonmunkában használni, hogyha úgy látom, hogy kicsit egyenetlen a széle, és oda már nem férek be a nagy ecsettel, de itt most ezt nagyon szépen meg lehet oldani. Úgyhogy egy vékony rétegben fölviszem, és bemegy a lámpába 30 másodpercre.
Jó, amíg köt az anyag, addig a Nailstar versenyre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Ugye a Perfect Nails-nak a weboldalán van egy Nailstar nevezetű kis almenü, vagy menüpont, és itt ugye föl tudtok tölteni képeket. Minden hónapban szervezünk hozzá játékot is. Ebben a hónapban inkább így a tavaszi körmöket szeretnénk előtérben helyezni. Nincsen kiírva az, hogy milyen témát kötelező, de hát azért most mindenki már szerintem elkezdi a karácsonyi csillogó pirosok után ezeket a kicsit tavaszváró, talán már élénk színű körmöket készíteni, úgyhogy elsősorban ezeket a munkákat várjuk, nincs más dolgotok, mint feltölteni ide a képet, és a képet megosztani akár Facebookon, Instagramon, bárhol, ahol szeretnétek, és ugye úgy történik a játék, vagy az a versenynek a lényege, hogy ki tudja a legtöbb lájkot összegyűjteni. Úgyhogy a like gombra kell majd nyomni, és aki hónap végén a legtöbbet eléri, az, ha jól tudom, akkor most egy Best of Makeup kollekciót fog nyerni, ami itt van mellettem. Nagyon szép pasztelszíneket tartalmaz, itt a doboz előtt látjátok a színeket. Egy kis ötletadó is, hogy hogyan lehet őket díszítéshez kombinálni, és szerintem nagyon szerencsés lesz, aki ebből a kollekcióból nyer, mert olyan színek vannak benne, amik abszolút vendégkedvenc színek, úgyhogy nagyon jól használhatóak akár egyesküvői körömhöz is. Meg volt a 30 másodperc kötésünk, gyorsan felviszem még egy rétegben, és itt is ugye figyelek arra, hogy ha már két vékony réteget tervezek, akkor az tényleg vékony legyen. Nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy ilyenkor jó, vastagan, gyorsan rákenjük, hadd haladjunk. Az tök jó, mert tényleg nagyon gyorsan tudunk haladni, csak éppen nagyon meg tud folyni az anyag, és az összes eddigi munkánk a kárba veszik, úgyhogy érdemes arra egy icipici plusz időt fordítani, hogy szépen vékonyan vigyük fel azt az anyagot. Nem sokkal több idő, viszont sokkal szebb eredmény. Jó. Az élére is fölmegyünk, és itt még látok egy kis csíkot. Jó. Bemegy a lámpába, szintén 30 másodpercre. És akkor a díszítést el is fogom kezdeni majd erre a megköttetett ragacsos rétegre. Egyrészt fogom használni a 144-es géllakkunkat, ami a sima géllak kategóriába tartozik. Egy ilyen kicsit kékes árnyalatú, ilyen fenyőzöldnek lehetne talán mondani. Talán így látszik is, ahogy kifestem erre a kis szilikonlapra, hogy ez ilyen kékes árnyalatú zöld. És ebből teszek egy kicsit külön is, mert majd fog kelleni nekem egy kis sötétítés belőle. És hozzá fogok keverni egy icike-picike fehéret, csak azért, mert ez önmagában egy kicsikét áttetszős szín, hogy egy picikét tömörebbé tegyem. Itt a krémgélből van nekem kikenve egy adag, és ebből fogok egy picit hozzákeverni, és ezáltal egy kicsikét fedősebb, meg az állaga egy kicsikét sűrűbb lesz, és könnyebb talán egy picit kezelni. Jó. És viszont a fehérnek ugye mindig megvan az a tulajdonsága, hogy ugye hát fehérként kivilágosítja a színeinket. Egy picikét ez pasztelos lett, úgyhogy a Deluxe-ból veszek ki a 01-esből egy kis feketét, és vissza keverem ehhez a zöldhöz, de csak egy nagyon indúr-pindúrt, és az pont annyit fog mélyíteni a színen, hogy nagyon szépen ki fogja adni ezt az ilyen középzöld árnyalatot, amire nekem most szükségem van. Egy kicsi jöhet hozzá, és jó, alaposan összekeverjük. Jó, tehát egyébként nagyon jól lehet így kombinálni a különböző anyagokat egymással. Deluxe-ot, krémgélt nyugodtan lehet ilyen díszítéshez, a géllakokhoz is akár keverni. Arra kell csak figyelni, hogyha nagyon sokat keverünk fixálásmentesre kötőanyagból, akkor ugye a keverékünk is inkább a fixálásmenteshez fog közel állni, tehát ott a lámpázási időre kell figyelnünk. Jó. Na nézzük. A mintánknak az első fontos lépése lesz, hogy kijelöljük azt, hogy hova kerül a virágunk, és ehhez pedig a sort ecsetet fogom használni. És a virágunknak ezt a kis középrészét, ezt a kis kehely részét fogom kijelölni, és ugye hát itt most egy jóval kisebb köröm áll a rendelkezésemre, úgyhogy megpróbálom úgy elhelyezni, hogy a középvonalhoz képest egy kicsit jobbra kerüljön ez a kis kehely, és egy kicsit föntre, hogy ugye minél inkább központi helyre kerüljön a virágom, és csinálok egy ilyen kis U betű formát. Ez így remélem, hogy jól látszik. Utána pedig akár a short ecsettel, akár a long ecsettel ki melyiket szereti, én most a shortot választom, mert viszonylag rövid területen kell dolgozzak, megfestem a virágnak a szárát, ami ugye egy ilyen kis lefele konyuló, mint egy ilyen kis harangvirágszerűség.
Így neki jön az oldalára, és utána innen húzom vissza, mint egy ilyen kis kérdőjel körülbelül, ahhoz lehet ilyenkor hasonlítani. És ugye nem baj, hogy egy kicsit ilyenkor terül ez az anyag, mert majd ezt még ki fogjuk árnyékolni, meg fogunk rá fényeket festeni, szóval nyugodtan lehet egy ilyen, lehet egy olyan 1,5 mm vastagsága, amire viszont figyelünk, hogy nagyjából a körvonala szép legyen. Nem kell ennek se tökéletes lenni, mert ez most csak egy ilyen háttér a festésünkhöz. Így mi? Bemehet a lámpába, csak egy pár másodpercre. És utána megfestjük a leveleit. Ugye ennek a kis hóvirágnak a levelei, ezek hosszúk, vékonyak, és nagyon kevés hajlás van bennük. Jó? Tehát ők inkább ilyen picikét ívelt, picikét ilyen S-vonalú, de nagyon gyengéden. Jó? És itt most nem is fogok annyi levelet festeni, mert ugye pici helyen van. Úgyhogy ide jön egy kicsike, és itt ugye ilyen kerek véggel indul, és ide szépen bekötöm. Így. És a másik oldalnál pedig ide föntre, és ide behúzzuk. Nagyjából hasonló a vastagsága mindenhol, tehát nincsenek ilyen nagyon ki szélesedő részei. Ha egy picit úgy sikerül, hogy egy kicsit vastagabb, kicsit vékonyabb, az nem baj, tehát nem kell ezt ilyen nagyon-nagyon szigorúan, de ez nem egy ilyen nagyon hullámzó levelű növényke. Az pedig, hogy meddig visszük fel a hosszát, az igazság szerint attól függ, hogy mennyi helyünk van. Ugye lehet egy kicsit rövidebb is, mint a virág, lehet egy kicsit hosszabb is. Szerintem ez így most jó lesz nekünk. Bemegy a lámpába. Szintén csak pár másodpercre. És előveszem, ugye a krémgélem már ide van készítve szépen a kis palettára, és van egy olyan ecsetünk, hogy Art and Paint, egy ilyen kis fekete nyelű ecsetecske, és őnek ki van egy ilyen nagyon jó kis macskanyel formájú kis szőre. Na is őt fogom használni. Jó, mégpedig úgy, hogy fölveszek egy kicsit az ecsetemre, kicsit így bele is forgatom, hogy kicsit töltse föl. Fölveszek egy pici anyagot a hegyére, és azt fogom mondani, hogy ez egy picit ilyen hegyes lesz most, hogy a hegyével, ahogy lerakom egy kis pontot, egy ilyen hegyes kis részt csinálok, aztán kicsit elfordítom a lapjára, és aztán megint vissza. És lett egy ilyen kis formám. Ez még nem a végleges, de arra nekünk nagyon jó, hogy egy irányvonalat adjon, aztán megint csak a élével lerakom a hegyét ennek a kis sziromnak, elfordítom az oldalára, és vissza, és ebben szintén egy ilyen kis elvékonyodó kis szirmocskát fogok kapni, és mindig az élével indulok, avval megcsinálom a hegyét, aztán elfordítom, és vissza, így. Jó, ez bemegy a lámpába. Most ezen a tippen, amit itt készítettem nektek, ott van a háttérben is két pici szirom. Most amikor ezt lekicsinyítjük, ez nem mindig fér oda, és most is így vagyunk vele, tehát most csak a három elől lévő szirmot látjuk, de hogyha oda mögé szeretnénk festeni, akkor háttérben is tudunk festeni ilyesmit. Jó. Oké, tehát most így nézünk ki, és egy dolgot fogok még kiemelni, ez a kis csésze a szirmoknak a tövénél. Erre egy kicsit ráerősítek, mert ennek színben is, meg formában is egy kicsit jobban ki kell emelkedni. Bemegy a lámpába, 10 másodperc, és utána egy kicsikét ki fogjuk árnyékolni. Ugye nagyon fontos, hogy egy kicsit helyezzük térbe ezt a virágot, mert hogyha csak így ráfestjük, az olyan, hát olyan furcsán úgy van a körmön, de olyan furán veszi ki a hatását. És árnyékokat úgy tudunk nagyon egyszerűen készíteni, hogy én most ezt az akvarellecsetet használom a keveréshez, hogy készítek először is abból a színből, amit árnyékolni szeretnék, ez ugye főleg most a levelek lesznek, ebből a zöld színből csinálok egy sötétebbet. Mégpedig úgy, hogy fogom ezt a zöldemet, és bekeverem fekete deluxal. Itt lehet nyugodtan egy kicsit sötétebbet készíteni, mert hogy az lesz a lényege, hogy láthatóan árnyékoljon. Aztán fogok egy fényzselét, most például az Extreme Gloss van itt nálam, kiteszek ebből egy pöttyöt erre a kis szilikonlapra,
és fogok egy egylendület ecsetet, amit zselihez használok, tehát ez nem akrilfestéshez, hanem zselihez használatos. Ez most éppen ez a két végű, ami itt van nálam, de igazából teljesen mindegy, egy egylendület ecset, amit egylendülethez használtok. A hosszabbik felére, hogyha ferde ecsettel dolgozom, akkor a hosszabbik felére veszem a színt, és a rövidebbik oldalára a színtelent. És ebből egy kicsit elkezdem betölteni az ecsetet. Ugye, amikor tiszta ecsettel dolgozunk, akkor egy pár alkalommal föl kell venni ezt a festéket, hogy bele tudjuk tölteni a szőrbe. És tulajdonképpen lesz egy olyan színátmenetem, hogy egy ilyen üvegszerű, mert ugye kicsi mennyiséget veszek föl, egy üvegszerű zöldből megy át a színtelenbe. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy szín megy a semmibe. Hogyha így megnézitek, akkor ez gyakorlatilag elfogy. Na és ez kell nekünk. Egy picikét leveszek az ecsetemről, hogy ne legyen sok anyag, és azokat a részeket elkezdem így megárnyékolni, ahova szeretném, hogy kerüljön. És ugye ez általában föntről jön lefele. Egy kicsit sok a festék. Az a jó benne, hogy ugye mindig tudunk korrigálni. És oda alá teszek egy kis árnyékot. Aztán jövök ide föl ebbe a kanyarba. Ugye itt is, ahogy visszahajlik a virágocskám, ott van egy kis árnyék. Aztán jövök ide lentre, ugye általában a fény föntről jön, tehát ami a fény alatt van, az ugye árnyékot vet. És ez egy nagyon kis halvány dolog egyébként, tehát alig-alig látszik élőben is a körmön, de pont annyit tesz hozzá, itt a két szírom, vagy a két zöld rész közé is bemegyek, tehát pont ennyit tesz hozzá, amitől így ránézünk a körömre, és így valami más, valamitől több, de nem tudjuk megmondani, na ez lesz ez a kis picike árnyék. És ugye akármikor úgy érzem, hogy valahol nem jó, valahol sok, valahol kevés, vissza tudok menni, és az a jó a zselés festésben, hogy ugye tudjuk korrigálni. Jó, egy pillanatra bemegy a lámpába. 5-10 másodperc tényleg csak egy nagyon miniatűr, és még annyit fogok csinálni, mint ami itt is látszik, hogy a virágszirmok alá egy picikét, hogy egy kicsit kiemelkedjen a térből. Jó. És itt már egyébként nem is veszek föl külön anyagot, hanem csak arról a kis csíkról dolgozom, ahol leraktam. És itt egyébként nagyon látványos, amikor ez bekerül, hogy szinte olyan, mintha így lebegne ez a kis virág a körömnek a felszínén. Remélem, hogy talán valamennyire így látszik. Jó. Ha még nagyon akarjuk, akkor itt a szirmoknak a szélére is tudunk egy picit tenni, ahol a szirmok ugye árnyékot vetnek egymásra. Bemehet a lámpába. Jött egy kérdés, hogy milyen ecsetet használok. Ehhez most az egylendülethez ezt a két végű kombó ecsetet használom, de mondom, ennek igazából nincsen jelentősége, lehet a sima egylendületeket is használni. Én általában a ferdeszőrű ecseteket szeretem, de van, aki az egyenesre vágottat, ez is teljesen jól működik. Magához a fehér virágrészhez pedig az Artent Paint ecsetet használtam, ezt a kis macskanyelv formát jöhet ki. És akkor még egy dolgot csinálok ilyenkor, hogy ugye a három szírom közül mindig a középső lesz, ami szintben felül van. Ugye, hogyha így nézzük, úgyhogy őre egy picit ráerősítek, ugyanúgy, ahogy az előbb, először az élére fektetem, aztán a lapjára fordítom, és aztán megint egy kicsit, még egy icipici jöhet rá. Tehát ez tényleg fizikailag is a többi fölé kerüljön. Azért szeretem nagyon a krémgélt, mert annak van egy kis textúrája, és ezeket a szintkülönbséget nagyon szépen ki lehet emelni. Jó, egy pillanatra meglámpázzuk, és utána lefedjük fényzselével. Én most az Extreme Gloss-t fogom használni, és ugye őről már nagyon sokszor elmondtam, ha még valaki nem hallotta volna, akkor ismételjük, hogy 60 másodperc alatt nagyon-nagyon fényesre köt, és azon a fényes felületen már nem tudunk szépen kontúrozni, mert így összeúrik, szinte ilyen olajosszerűen összeúranak rajta az anyagok, úgyhogy ha őt használjuk kontúrozás előtt, akkor 30 másodperc a lámpázás. Ha bármelyik másikat, tehát akár egy Speed & Shine-t, egy No Cleanse-t, akkor teljesen ki lehet köttetni. Ha esetleg Flexitop Gloss-t szeretne valaki használni, az is szuperül működik, csak azt utána akkor le kell fixálni. Jó, tehát fölteszem az extrémet. Én egyébként nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jó állaga van, nagyon jól lehet vele picike szintkülönbségeket kiegyenlíteni. Most például ennél a virágnál, azért a krémgél, főleg ahol két rétegben van, azért ott van egy kis vastagsága.
és ebben az anyaggal gyakorlatilag teljesen szintbe lehet hozni, és hát ugye lehet vele cíjívet készíteni, hogyha esetleg a felületünk nem sikerült annyira szépen valamiért, akkor egy kicsit lehet vele igazítani rajta, úgyhogy én is most ide középre szépen ráengedek egy kis anyagot, és szinte magától ki fogja nekem alakítani ezt a nagyon szép egyenletes felületet, és nem folyik be a sáncokba, úgyhogy emiatt én nagyon-nagyon szeretem. Amire figyelni kell, hogy mivel sűrű jellegű anyag, ezért kicsit könnyebben alakulnak ki buborékok, ilyenkor mindig át kell nézni a felületünket, bemehet. 30 másodperc szigorúan. Jó, tehát buborékokat eltávolítjuk, hogyha esetleg arról van szó, akkor kis ecsettel körbe lehet kenni a bőr mellett. Most én hál' Istennek nagyon szépen befértem a sáncokhoz, úgyhogy a saját ecsetét használtam csak. És akkor utána fogok egy picikét kontúrozni. Hogy mivel kontúrozunk, ugye ez lehet akár egy Deluxe Gel, a 02-es, lesz a fehérünk. Ugye egy picikét folyékonyabb jellegű anyag, és ezáltal hosszú, vékony vonalakat lehet vele nagyon-nagyon szépen festeni. Van, aki ebben szeret. Van, aki a krémgéllel szeret. Teljesen mindegy igazából, amelyiket ti szeretitek, amelyik nektek jól esik. Én általában, hogyha hosszú, vékony vonalakat kell csináljak, ami egybefüggő, akkor jobban szeretem a Deluxe-ot. Viszont most én azt szeretném, hogy inkább ilyen kicsit textúráltabb legyen a felületen, úgyhogy most én a krémgélhez fogok nyúlni, és ugye ez már ide ki van festve a kis palettámra, úgyhogy ővele fogok most egy picike kontúrt adni, és a short ecsetet fogom ehhez használni. Ugye itt is van többféle választás, ki melyiket szereti. És akkor kezdjük ezekkel a világos részekkel. Ugye ennek a kis kehelynek van egy éle, ami ugye fényes mindenképpen. Aztán van belőle egy ilyen kis szálazás. Így. Aztán van itt a tölcsérnek az alján is egy picike fényes része, ahol ugye a szirmoknak a teteje van. Aztán jöhetnek a szirmocskák. Itt érdemes olyan sorrendbe haladni, hogy mi van hátul. Ugye a két szélén lévő szirmocska van hátul, és nekünk most picit hegyesebbek ezek a szirmok, úgyhogy a kontúrozással egy kicsikét kerekíteni fogom őket, és megpróbálom úgy, hogy ahol így becsatlakozik a virághoz, ott egy kis negatív íve legyen, mert ugye ott vékonyodik ez a kis szirom. Én itt pedig kerekítem a kis pocakját, így látszik, hogy az olyan kis kerekebbre lett húzva. Jó, jön a másik szirom. Azért picit eleve kerekebbre is sikerült, úgyhogy azt szépen tudom követni. És ugye kontúrozásnál mindig az ecsetnek csak épp a hegyére veszek föl. Nincsen végig fölfestékezve, mert úgy nagyon nehéz vele vékonyan dolgozni. És itt is egy kis negatív ívet készítek. És akkor jön a közepe. Ugye itt is kerekítem ezt a szirmocskát. És negatív ív. Mindig középről indítom a mozdulatomat. És negatív ívet készítek neki. Ha bárhol úgy érezzük, hogy esetleg kevés a kontúr, elfogyott az anyag, akkor nyugodtan vissza tudunk menni. Ugye ez a nagyon jó itt a zselével való dolgozásban, hogy mindig tudunk egy kicsit korrigálni, amíg nem tettük be lámpába, addig tudunk rajta még igazítani. Jó, bemegy egy pillanatra a lámpába. Igazából csak azért, hogy bele ne nyúljak. Jött egy másik kérdés, többi köröm milyen lesz? Láthatjuk azt is. Hát most élőben csak azért nem, mert hogy az nagyon sok idő lenne, mire végigmennénk. Én nagyon szívesen fölteszek utána róla majd egy fotót, hogyha szeretnétek. Mondjuk, hogyha ő vendégként kér, én általában akkor vagy azt az alapot teszem, ami ugye ezen a körmön van, vagy mondjuk ehhez nagyon szép egy fehér, el tudom képzelni akár a fibert a többi körömre, mert ugye az egy ilyen teljes fehér. Ez általában olyasmi színekből dolgozom, vagy pedig a zöldet. Hogyha a vendég szereti a zöldet, akkor ezt a 144-es zöldet, ugye, ami a virágnak a levele, az is nagyon jól mutatna hozzá. Jó, úgyhogy most így élőben nem terveztük, hogy itt egy órán keresztül mutatok nektek, de hogyha megcsináljuk, akkor nagyon szívesen megmutatom nektek, hogy mi lett belőle, jó? Hogyha ez így megfelelő. Na, és akkor a virágnak a szárát is egy picit kikontúrozzuk. A fönti része lesz az, ami egy kicsit hangsúlyosabb, és arra próbáljátok figyelni, hogy ilyenkor nem mindent kontúrozunk, és nem körbe-körbe, hanem csak bizonyos részeket kiemelünk, mert hogyha nagyon körbe megyünk, akkor ilyen kis óvodás rajzszerűség lesz, és olyan furcsa hatása van. Jó, tehát bizonyos részeket csak. Jó, itt is ezt a kis hátát ennek a levélkének. És
Itt pedig azt fogom csinálni, hogy kicsit így beszálazzuk. Tehát elindítom itt, de nem is húzom végig, csak idáig. Aztán ide középre húzok egy kicsikét hosszabb szálat belőle. Aztán jövök egy kicsit odébb. Itt is egy picit. És húzom, ameddig csak az ecsetemen lévő anyag bírja. És ide hátra is. És akkor igazából van is kontúr, de nem mindenhol. És bizonyos részeket itt szépen ki tudunk emelni. Ahova még elfér kontúr, az ez a része, ahol ugye egy kicsikét így visszahajlik, és megpróbáljuk elképzelni azt, hogy itt rávetül a fény. Így. És ezt is egy kicsit, ugye ez egy a virág alá behajló kis levélke, ezt is egy kicsit megszálazzuk. Csak egy pár kis vonalka, ami kicsit így feldobja. De is jöhet. És mindig az ecsetemnek éppen csak a hegyén van egy lehelegnyi pici kis anyagocska. Nagyon pindurka mindig. Jó. Oké. Aztán amit én még szeretek, hogy ide a kis szirmoknak a tövére egy-két pici kis vonal. Ez megint olyan kategória, hogy nem feltétlen látszik egyébként, hogy az mi, csak plusz egy kis textúrát ad, és egy kicsit olyan más lesz, olyan több lesz tőle. Így, né? Bemehet a lámpába. És amit én nagyon-nagyon szeretek, amikor körbe van kontúrozva, tulajdonképpen a köröm egy ilyen kis keretet kap. Most amikor vendégnek készítjük ezt a felső keretet, ezt ugye nagyon jól néz ki, hogyha megcsináljuk, csak amikor elkezd lenőni, az olyan kis fura. Úgyhogy én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy ha féloldalas a minta, akkor féloldalasan keretezek. Egy ilyen esetben pedig csak így alulról, mintha egy ilyen kis francia véget festenék, és itt viszont már mindenképpen a Deluxe Gilt használom, illetve én a long ecsetet szeretem erre az esetre. Úgyhogy ide szépen a sarkához fölmegyünk, és ide alulról festünk egy nagyon szép vékony, tehát itt nem egy ilyen nagy, magas francia véget, hanem tényleg csak egy ilyen kis vékony, 1 mm-es kis sávot körbe, és ez mindig a legutolsó lépés, mert akkor ez kerül legfölülre, és itt tulajdonképpen lezárjuk vele a mintánkat. Amit addig még mindenképpen meg kell említsek nektek, hogy én most itt géllakkal festettem, és ez egyébként egy nagyon-nagyon praktikus dolog, mert ugye nagyon sokszor ott van a polcunkon, úgyhogy érdemes ezt is kipróbálni, és egyébként most elég sok akciónk van. A Perfektes weboldalon érdemes az akciók fül alá benézni, mert ott is nagyon sok érdekes és hasznos dolgot találtok, illetve ugye van most egy géllak akciónk, vagy lakgél akciónk, aminek ugye az a lényeg, hogy ha vásároltok 3 darab 8 ml-es lakzselét, akkor a negyediket ajándékba kapjátok. Ez alól most a februári újdonságok egyedül a kivételek, de bármilyen másik meglévő már lakzselénket meg tudjátok vásárolni, és szerintem ez elég jó lehetőség. Úgyhogy érdemes esetleg abban is gondolkodni, hogy olyan színeket nézni, amit esetleg díszítéshez is tudtok ebben a jó kis tavaszi időszakban használni. Még innen nekem hiányzik egy picike kontúr, mert ugye itt is visszahajlik a virág. Úgyhogy ide egy nagyon leheletet még ráteszek. Hát most a long ecsettel, ugye ennek is van egy jó kis vékony hegye, úgyhogy ebben is jól működik. Jó, és akkor így nézünk ki. Jó, bemegy a lámpába, és megköttetjük. Jó, hogyha van esetleg kérdésetek, akkor nyugodtan még akár a videó befejezése után is írjatok, mert akkor nagyon szívesen visszanézek és válaszolok nektek. Ne felejtsétek el a Perfect Day-t, én is leszek Budapesten és Székesfehérváron, és a videókat nézzétek meg, mert ott minden oktatónál megtaláljátok, hogy ki hol várt titeket nagy nagy szeretettel. Nagyon sok érdekes újdonság lesz egyébként, és hogyha nem vagytok ennyire festegetősek, mint ez a kis virág, akkor is érdemes lesz eljönni, mert fogunk olyan technikákat mutatni, amit egy pici kreativitással, de nem túl nagy kézügyességgel bárki meg tud csinálni a szalomba, és nagyon szeretik a vendégek. Úgyhogy Perfect Day-re regisztráljatok és gyertek hozzánk, mert sok-sok újdonság és akció lesz, és közben megkötött a köröm. És akkor itt megmutatom nektek, hogy ő így néz ki. Egy kicsit billentjük, és akkor nem fénylik annyira. Jó, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a
mai kis bemutató, hogyha igen, akkor várunk titeket sok-sok szeretettel következő alkalom, és ha nem, akkor megírjátok meg, hogy mi volt jó, mit szeretnétek, és akkor lehet, hogy legközelebb valami olyasmi téma lesz. Jó, várunk szeretettel, sziasztok!